egész sajátos módon írt könyvet Tornocki Anita, bár a könyv nagy részt róla és a munkájáról szól. Nem a saját, hanem a kutyája, Izé szemén keresztül mutatja be az állatvédő világot. Vendünk a stúdió Tornocki Anita. Szia, jó reggelt! Jó reggelt! Kívánom neked. Ez egy egészen különleges dolog. Magyarázd meg nekünk ezt a perspektívát. Igazából mindenféleképpen szerettem volna egy olyan könyvet írni, ami picit rólam is szól, picit az állatvédelemről, felelős állattartásról. És nyilván egy ember szájából, amikor megpróbálja elmagyarázni, hogy alapvetően az emberek rontják el az állatokat, és hogy mi mindenért vagyunk mi emberek felelősek, picit helyenként kioktatónak tűnhet. Ha ezt egy ilyen cuki köntösbe ágyazod, akkor, akkor kevésbé, illetve nyilván, ahogy én ismerem Izét, pontosan tudom, hogy ő milyen helyzetekben hogyan gondolkozik. Ő egyébként terápiás kutya, agilitizek vele, tehát hogy ő egy ilyen nagyon orrant kutya, és annyi mindent csinálok vele, hogy azt gondoltam, hogy rajta keresztül nagyon jól be lehet mutatni, hogy egy kis állat azon kívül, hogy remek társ, mi mindenre. De alapvetően az állatvédelemre fókuszálsz? Az állatvédelemre, de nyilván az állatvédelem kapcsán persze van egy csomó megható történet, van egy pár vicces történet. A megható történeteket is Izé néha igyekszik egy-egy poénnal elütni. Úgyhogy van mindenféle, és közben persze kiderül, hogy mitől lesz jógazda egy jógazda, hogyan kell felkészülni erre. Én azt írtam a bevezetőben, hogy akinek van kutyája, az nyilván magára ismer, tanul belőle egy csomó dolgot, akinek meg nincs, az feltehetően kap kedvet. De akkor megismerhetjük azt is Izé nyelvében, hogy mondjuk ő hogy találkozott veled először, ő mit gondol rólad, általában mit gondol az emberekről, miért gondolja, hogy az emberek hülyék, vagy legalábbis, hogy rosszul. De rosszul bánnak velük. Igen, abszolút. Illetve az, hogy alapvetően teljesen banális dolgokra rácsodálkozik adott esetben, ami egyébként teljesen jogos kérdés, csak az emberek már sosem kérdezik meg. Tehát egy csomó olyan dolog belefér az ő gondolatvilág, ami egyébként mondjuk egy gyerek szájából lenne még elvitt. Izé hogyan került hozzád? Izét egy edelényi nyomortanyáról hoztuk el, 13 kutyát hoztunk el, köztük az ő anyukáját, aki bármilyen hihetetlen egy magyar vizsla, és 4 hetes volt, és őt már elajándékozták a szomszéd kisgyereknek, Levikének, aki véletlenül arra sétált. Mármint ott edelényben? Igen. És mondtam, hogy akkor azt is add ide, és mondta, hogy nem, ez az ő házőrzője, és így lógott a kutya feje, és mondtam, hogy az nagyon cuki, hogy a te házőrződ, csak hogy ez holnapra már nem fog élni. Ja, de, mert hogy neki kell mindenféleképpen, aztán szó-szót követett, mondtam, hogy na, én egy 8 éves gyerekkel biztos nem fogok vitatkozni, add ide, mert ez holnapra nem fog élni, és akkor nagy nehezen odaadta. És hát ki is derült, hogy parvós, meg hát jó szokás szerint tejbeáztatott kenyérre letették, ami nyilván egy 4 hetes kutyának nem igazán megfelelő. Úgyhogy egy 3 hétig küzdöttünk, hogy életben maradjon, azért lett Izé, mert hát kutyára véletlenül sem hasonlított, tehát leginkább egy patkányra, egy denevére. Most volt a 4. születésnapja. Azt olvastam, hogy egyébként ez sokáig készült ez a könyv. Igen, mert hát... Tehát ez nem egy ilyen egynyári leírás volt, hanem hogy évekig gondolkodtál rajta meg. Hát... Nyilván nagyon sok sztorit össze kell gyűjteni. A sztorik egy része nem feltétlenül emészthető a nagy közönség szemére. Így is azért kértem meg néhány barátomat, hogy olvassák el, mert azt gondolom, hogy nekem egy csomó helyzet már természetes, ami az átlagembernek már emészthetetlen. Úgyhogy... azt gondolom, hogy szelektálni is kellett a történeteket, illetve nem nagyon volt időm arra, hogy befejezem, és akkor egy könyvírásba jártas barátnő mondta, hogy na erre sose lesz időd, csinálj egy hetet. Úgy szedd össze magad. Csinálj egy hetet, amikor semmi mással nem foglalkozol, és akkor megkértem valakit, hogy vegye fel a telefonjaimat, mindenkivel közöltem, hogy én most kiszállok az életből, és otthon bezárkoztam és befejezem. De jó. Akkor ez lehet, hogy karácsonyra meg lesz, vagy megjelenik. Nyilván elkiabálni semmit nem szeretnék, de nyilván egy minden szempontból megfelelő környezetbe, idő szempontjából megfelelő környezetbe szeretnénk megjelentetni. Az a bizonyos felelős állattartás és az erre való figyelemfelhívás lenne a célod, amiről egyébként annyit szoktunk beszélni, és nem lehet eleget beszélni róla. Igen, és azt gondolom, hogy ez a könyv klasszikusan olyan nyelvezettel bír, hogy mondjuk egy 12-13-15 éves gyereknek, ha valaki a
kezébe adja, akkor pont az a stílus, és kis részekből áll, tehát nem kell egybe nagyot olvasni, mondjuk olyan, mint egy-egy ilyen novella, nyilván nem az de műfajilag, de olyan hosszúságú, és teljesen jól bemegy a sztorikon keresztül, hogy ja, ezt azért kellett csinálni, mert mondjuk leírom az öreg német juhászon betegségét, hogy ő nem volt ivartalanítva, és milyen kanosszát jártunk, hogy egyáltalán életben maradjon, azért, mert ivarosan hagytuk. Tehát, és nyilván, ha ezeket végig gondolja az ember, akkor teljesen másképp mérlegeli azokat a dolgokat, amikről csak így hallja, hogy egy állatorvos, vagy bármilyen szakértő beszél. De jó. Hát nagyon szépen köszönjük, Anita. Egyrészt tök jó, hogy ezt megcsináltad, másrészt meg hát akkor várjuk. Köszönjük szépen.